94 óta működik az Európa Ház, nagyon sok minden ment keresztül. Először valóban egy ilyen közösségi tér volt, és aztán nem sokára egy nemzetközi nyári egyetemet indítottunk el, és a városnak is az volt a törekvés, hogy ezt a csodálatos épületet töltsük meg, meg emberekkel, tudományal, kultúrával, és persze hát ennek a finanszírozását is oldjuk meg. És tulajdonképpen ebből a folyamatból soha nem szálltunk ki, ez valamilyen módon mindig előre ment. A következő nagy lépés volt, amikor egy nemzetközi iskolát tudtunk itt létesíteni, a, akkor még a Corvinus Egyetem segítségével, tehát angol nyelvű mesterképzést indítottunk, magyar nyelvű is volt. Ehhez már sok külföldi kollégára volt szükség, akik nem éltek és nem kutattak őszegen, de nagyon biztattak engem arra, hogy, hogy hát fejlesztünk ki ebből mint mint ahogy mondták, mint Brüssz, vagy Oxford, vagy Heidelberg. Mindenkinek más ugye, tapasztalata volt, és az én agyamban is vagy talán a szívemben is ez volt, hogy ez a város erre fantasztikusan alkalmas. 2012-ben volt egy fordulat, amikor egyébként egyszer a Pannon egyetem, akkor egy is ránk talált, és fölajánlott együttműködést, és a, és a Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor akkor egy nagy. Fesztiválon vett itt részt, és alkalmunk volt, hosszú évek óta nem tudtunk beszélni, de akkor alkalmunk volt arra, hogy bemutassam neki, hogy mit csináltunk, illetve hogy mit gondolok én, hogy kőszegből mit lehetne csinálni. És ez úgy látszik, hogy az ő fantáziáját megragadta, és itt ezt támogatta. Innentől kezdve nagyon göröngyös és rögös út vezetett mostanáig, de azt hozzá kell tenni, hogy nagyon gyorsan, magyar léptékkel mérve, haladlan gyorsan indult meg a Kraft kőszegben kiválasztott épületeknek a felújítása. úgy tűnik, hogy, hogy, ez az elképzelés, ez most már komoly együttműködéseket is maga után von, vagy involvál. Itt 6-7 város kezdett el a Pannonvárosok Szövetségében hatékonyan együttműködni. Ezek mindegyik egyetemi város is, és most, hogy napirendre került egész Nyugat-Pannonia, vagy Észak-Nyugat Magyarország gazdasági, infrastruktúrális stratégiai fejlesztése, Ebben ezek az egyetemi központok, tudásközpontok nagyon fontos, aktív és dinamikus szerepet tudnak játszani. Ma már arról beszélünk, hogy Héderváron és Keszthelyen is legyen az IASC-hoz hasonló tudásközpont, ami tulajdonképpen egy, egy kicsikét Plasztikusan fogalmazva, ez egy doktori iskolák feletti posztdoktori képzés, továbbképzés és kutatási lehetőségeknek a foglalata. Magyarországon ez az Advanced Study típusú intézmény nem nagyon ismert. Egy volt ilyen, de azt német hát kezdeményezésre hozták létre, és megszűnt tíz évvel ezelőtt. És ezt a formát azt hiszem, hogy sikerült úgy bevezetnünk, hogy várhatóan lesznek, lesznek lesz ennek folytatása. Ami ennél is fontosabb, hogy hogy most már megkeresnek minket távolabbi országból is, egyetemek, Magyarországról is, és pontosan azért, mert ma az egyetemek többsége válságban van a doktori képzést illetően, és a doktori képzésnek egy olyan változatát szeretnénk itt létrehozni, lehetőség szerint angol nyelven és külföldi számok, külföldiek számára is elérhetően, ami... Az alaptudást, az alapkutatásokat végzők számára azt a lehetőséget kínálja, hogy részt vegyenek valamiféle konkrét fejlesztési munkában, tehát összekapcsol két területet, az alapkutatásokat és a fejlesztést. És tehát magyarul a, a tudásközpont közvetlenül részt vesz a saját környezetének, akár legyen az város, vagy legyen az egy mikrorégió a fejlesztésében. attól kreatív egy város, hogy, hogy, a közössége magától belülről törekszik arra, hogy, hogy a, nem csak a fennmaradását, hanem, a, hanem a, a, mondjam, a versenyben maradását biztosítani tudja. Nehéz helyzetekben, egy kisváros esetében a nagyobb városokkal szemben még kreatívabbnak kell lenni, Kőszeg esetében az azt jelentette a az elmúlt száz évben, hogy új és új olyan intézményeket talált ki, amelyek vonzerőt gyakoroltak a turizmus területén, az egészségügy területén, az oktatás területén, és elsősorban az oktatás az a, az a közeg, amely közeg kimagasló, és nem véletlenül hívja magát iskolavárosnak. Csak hogy azért a trianon utáni száz évben, a világháború, a nácizmus, a holokauszt és a kommunizmus éveiben, majdnem lehetetlen volt ezt az iskolavárosi hát, identitást föntartani és gyakorolni. És a csoda az, hogy mégis megmaradt, tehát azzal, hogy mi ide tudtunk jönni, és hoztunk innen és onnan is kutatókat, előadókat, anyagi támogatást, tulajdonképpen azt kell, hogy nagyon rövid idő alatt sikerült a mélyből felhozni ezt a kőszegi, hogy mondjam, aktivitást, a közszegi drive törekvést arra, hogy az iskola városi identitás megmaradjon. Valóban egy ilyen bürger, sajt egy, igazi városi polgárság tudott létejönni. A bürger, a burger az azt jelenti, hogy egy olyan polgár, akinek van egy vára, városos. És ez a vár, ez is szerintem része ennek az identitásnak. Várváros, úgy is mondják. És hogy ez a vár meg tudott maradni. Hogy soha nem, se világháborúk, se, se Janicsárok nem tudták lerombolni. Úgy veszem észre, hogy külsőségiek nagyon büszkék, erő, és nagyon jó néven veszik, hogy a legszebb, legfontosabb épületeiket sikerült felújítanunk. Ez a magyar kormány részéről egy nagyon komoly felismerés. Nem tudok ilyen hasonló példát mondani még. A legnagyobb, hogyan öröm a számomra, az, hogy a kraft tovább tudott lépni, mert ugye eredetileg ezt nem, nem egy kisvárosra találtuk ki, hanem azt mondtuk, hogy, hogy kreatív városok és fenntartható vidék. Tehát ha a kisvárosok dinamizmusának a kulcsát megtaláljuk, akkor a vidék is föléled, illetve ha a kettő között kialakul egy jó kommunikáció, akkor mind a kettő számára ez egy pozitív összegű játék tud lenni. Ez túl szépen hangzik. Ezt senki nem hitelnek, amikor. Egy most mosoltak, hogy jó van, professzor úr. Se azok a multicégek, akik támogatták, se a helybéliek. Ma már úgy látom, és ezt lehet, hogy sajnos el kellett jönni a pandémiának, el kellett jönni az éghajlatváltozásnak, és sok mindennek, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen afelé megy minden, amit javasoltunk, hogy ne tömegturizmus legyen hanem az ide érkezők azok föltöltődjenek kulturálisan, intellektuálisan, esztétikailag, gasztronómiailag, hogy meg tudjuk mutatni a múltnak a rétegeit, hogy, hogy, hogy tudjunk olyan helyeket teremteni, olyan munkalehetőségeket, ami, amelyek vetekszenek a nagyvárosi vagy fővárosi lehetőségekkel. Mm -hmm.